üdvösségünk közelebb van, mint amikor hívőké lettünk. Közeledik a nappal, és a múló és az éjszaka múlóban van. Szent Pál apostol ezen a mai napon ezekkel a szavakkal hirdeti meg azt az új szakaszt, amely küszöbön áll. Közeledik a nappal, és a múlóban van az éjszaka. Nem mindegy, hogy hogyan élünk. Bizánci egyházunkban ez a mai nap különös fordulatot jelent. Holnap kezdődik a nagybőjt. Egy egészen rendkívüli időszak, amelyre eddig is készített minket az egyházunk, és utána is végig kísér. De fölhívja a figyelmet arra, hogy ez a mai nap egy nagy fordulat, amitől kezdve már kell, hogy a világosság terjedjen. Múlóban az éjszaka, legalábbis az egyházban, és azoknak az életében, akik bekapcsolódnak az egyházba, akik együtt élnek az egyházzal. És számukra, hogy magától értetődő, vagy nyilvánvaló lesz, vagy könnyen teljesíthető lesz, hogy hogyan él a keresztény ember. Múlóban a sötétség, vessük le tehát a sötétség tetteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit. Ebben a világosságban, ebben a derengő, egyre terjedő világosságban nekünk fegyverekre van szükség. Nem félünk a sötétségtől. A világ tettei a sötétség tettei. A világosságnak a tettei pedig valóságos fegyverek, amely le tudjuk győzni a sötétség. Ezt akkor értjük, akkor érezzük, akkor válik olyan természetessé, hogyha az egyházat követjük. Keleti egyházunk már hosszú ideje, 4 hete készül erre a mai napra. Úgy van fölépítve egyházi életünk, hogy mire odaértünk a nagybőjtre, már addig is nagyon-nagyon sok minden történik. Különböző sajátos énekeket éneklünk a Zsolozsmákban, a vasárnapi, hétköznapi énekek napoknak az imádságaiban. Fokozatosan vezetett el bennünket az egyház már erre a mai napra, és ezen a nagy fordulat után holnap a tiszta hétfő kezdődik. Nagybőjt első napja, igen kemény, szigorú bőjt. Görögkatolikus testvéreimet bíztatom, hogy vegyék komolyan a holnapi nap bőjtjét, amely ugyanolyan szigorú, mint a nagypéntek bőjtje. És aztán az első hét, nagybőjt első hete még jóval szigorúbb bőjtöt ír elő, mint aztán utána következő hetek. Nagyon érdekes dolog, hogy ennek a hétnek a végén, tehát a tiszta hét után, a hétfő kezdődő hétnek a végén, pénteken, szombaton egy kis enyhülést is hoz, aki már hallott erről, koliba áldás, ez édes búzát áldunk meg, nagybőjt első szombatjára, Szent Tivadar ünnepére. És aztán minden egyes vasárnapnak, persze a bőjtnek ilyenkor mindig van egy kis enyhülése, és minden vasárnap megvan a maga teológiai tanítás. Az első vasárnap az ortodoxia vasárnapja. Az igaz hitűség, az ikonok tiszteletének a vasárnapja. Hosszasan lehetne erről is magyarázni, hogy miért is került ide nagybőjt első hetére az ikon tiszteletnek a vasárnapja. Aztán a második vasárnapon pedig Palama Szent Gergelyről emlékezünk meg, a Jézus ima nagy mesteréről, a belső imáról, a befelé fordulásnak a tanítójáról. A következő vasárnap pedig, az már a harmadik vasárnap, a 6-7-6-7-es időszak közepén ott áll a Szent Kereszt fölmagasztalás. Nagybőjt harmadik vasárnapja, kereszt fölmagasztalás, kereszt hódoló vasárnap, amely után az egész héten ki van téve a kereszt hódolásra, különleges szertartással hódolunk a kereszt előtt, és a kereszt előtt, amikor bejövünk a templomba, mindig leborulunk, akár földre borulással is tiszteletünket tesszük a keresztet. A atyák úgy magyarázzák, hogy a nagybőjt közepén, mint egy árnyat adó fa emelkedik, magasodik a kereszt, amelynek az árnyékában meghúzódhatunk. Aki komolyan veszi a bőjtöt, az érzi is, hogy hát erre a megpihenésre, erre az árnyékba húzódásra szükség van. Aztán folytatódik a nagybőjtnek a menete, 4. vasárnapon létrá Szent János, vagy lépcső Szent Jánosnak a
tisztelete van, aki a mennyei lépcsőket rajzolja meg, 30 lépcsőfokban határozza meg, hogy hogyan lehet az aszketikus életen keresztül eljutni a csúcsra. Mi a csúcs? A szeretet. A 30. lépcsőfok, lépcső Szent János tanításában. Utána következik az 5. hét, ez egy nagyon különleges hét a nagybőjtben, mert 5. hét szerdáján imádkozzuk, azt lehet mondani, a keleti egyházunk leghosszabb szertartását, a krétai Szent András bűnbánati kánonját. Hát addigra már a bőjtel, az imádságokkal eléggé jól fölkészültünk, és azt hiszük, hogy már nem is következhet több, de bizony igen, a krétai Szent András kánonja nagyon-nagyon mélyre vezet bennünket a bűnbánatban, és természetesen, ami ezzel együtt jár, Isten szeretetének a fölismerésében. Ez a hosszú 4-5 órás szertartás, amelyet nagybőjt 5. szerda éjszakáján végzünk, már tényleg nagyon rákészített bennünket, hogy a 6. hét után hamarosan jön majd a virágosán. 6. héten pedig egyiptomi Szent Mária tiszteletét tartjuk egyházunkban, az a nagyon nagy bőjtölő, aki előtte nagyon bűnös életet élt, de aztán egyik alkalommal Isten kegyelméből megtért, tiszta életet élt, és attól kezdve életének utolsó évtizedeiben aszketikus, imádságos életet élt. Hát ezt a példát állít elénk úgy befejezésül a bőjt vége felé az egyházunk. A 6. hétnél tartunk, a 6. hét péntek estéjén fejeződik be a Szent 40 nap, utána lehet számolni. Hét, tiszta hétfőtől kezdve 6. hét péntekig tart a nagybőjt, a 40 nap. És vége van a nagybőjtnek, legalábbis a Szent 40 napnak. Másnap Lázár szombatja lesz, Lázár föltámasztása, amely előre vetíti már a föltámadásnak a tényét, Krisztusnak azt az erejét, hogy ő ura a halál fölött, ura halál fölött is. Lázár szombat után pedig következik virágvasárnap. Lázár szombat, virágvasárnap már nem a Szent Nagybőjtnek az időszaka, hanem a nagy hét még komolyabb, még tartalmasabb, még mélyebbre vezető, imádságokkal dúsított, gyönyörű szép szertartásokkal gazdagított utolsó szakasza, amely aztán elvezet bennünket nagypénteken át a nagyszombat csöndjén keresztül egészen a föltámadásig. Nagy drága testvéreim, folytathatnám a sort, de föltámadás után ugyanígy 6 héten keresztül vasárnapra juthatunk el a pünkösd igaz Szentlélek leszállásáig, amely utána minden szentek vasárnapjával kezdődik majd egy új időszak. Drága testvéreim, ez mind-mind csak éppen felvillantom bizánci egyházunk gazdagságait, amely csodálatos módon segít nekünk abban, hogy eljussunk a nagypéntek mélységéig és a föltámadás dicsőségéig. Természetesen itt szombathelyen mindez kevéssé valósul meg, hiszen, nem is említettem, a hétköznapokban, szerdán, péntekenként pedig egy csodálatos szertartást végzünk, az úgynevezett előszenteltek liturgiáját, amely egy kicsit a római katolikusok szentségimádásához hasonlítható. A keleti egyházunkban mi nem tartunk olyan szentségimádást, amely jól ismert ájtatosság a római katolikusoknál, amikor a előre átváltoztatott eukarisztiát, szentséget kitesszük és hódolunk előtte. Ezt tesszük mi is nagybőjt szerda és pénteki napjain a vecsernyei imádságokkal körbevéve. Úgyhogy ilyen értelemben a szentségimádás is megjelenik ebben az időszakban, és utána természetesen mindig magunkhoz is vehetjük az eukarisztiát. Nos hát, ismétlem, sokáig lehetne még sorolni keleti egyházunknak a gazdagságát, amely tárcán kínálja nekünk a bűnbánatot és az Isten szeretetének, hatalmának a fölismerését. Valójában nem is kell más tenni, mint bekapcsolódni ezekbe. Most, amikor a nagy fordulat a vajhagyó vasárnap után, a holnapi tiszta hétfőn, mint egy föl kell kapaszkodnunk erre a nagy vonulásra, mint egy vonatra fölszállunk, és elvisz bennünket, magától lendít bennünket egészen a föltámadásra. Itt szombathelyen nem nagyon szokott lenni előszentetek liturgiája, és a többi említett szertartás sem, de hát mégiscsak elindultunk ezzel a mai vasárnappal ebbe az irányba. Székely János püspökatyának való egyeztetés és az ő segítségével itt most szombathelyen új görög katolikus szervező lelkészséget alapítunk.
Tudok arról, hogy már a megelőző atyák is szorgoskodtak, hogy az itt élő, vagy a környékben élő görög katolikusoknak legyen lehetőségük bekapcsolódni bizánci egyházunkba. Most itt különösen köszönetet mondok a legutóbbi atyáknak, a legelőzőekre is visszaemlékezve, Tamás atyának és Elek Antal diákonos atyának, akik sokat szorgoskodtak azon, hogy az itteni közösség el ne széledjen, hanem az itt élő görög katolikusok érezhessék, hogy hát ehhez a nagyon gazdag imádságokat kínáló keleti egyházhoz tartoznak. A mai vasárnapon, amikor szervező lelkészséget alapítunk, akkor ebben szeretnénk segíteni az itt élőket. Olyan nagyon nem lehet még megszaporítani a szertartásokat, de reméljük, hogy idővel, hogyha elegen lesznek a kedves testvérek is, egyre többen lesznek, többen jönnek el, másokat is elhívnak, vagy esetleg keresőket is, akik nem találják helyüket a világban, hát az egyházunkban megtalálhatják. Nos, hát ebbe az irányba vezet ez a folyamat, amely eddig is tartott, mint a nagybőjt előtti néhány hetes fölkészülés, és most egy nagy fordulattal, egy nagy lépéssel előrébb léphetünk az irányba, hogy mindazok, akik az egyházunkba bekapcsolódnak, könnyebbé váljon számukra a Krisztushoz közeledés, a föltámadásra készülés. Még hogyha nem is kapcsolódhatnak be közvetlenül ezekben a szertartásban, a bőjtről meg ne feledkezzünk. Szent Pál apostol is, és Jézusnak a tanító szava is erre hívták fel a figyelmet, hogy komolyan kell venni a bőjtöt, nem megítélni a másikat, hogy ki mennyire komolyan, mennyire keményen tartja a lemondásokat, a bőjtöket. Mindenki magára figyeljen oda, mert mindenki csak saját magán belül tudja azt az utat végigjárni, amely őt Krisztushoz vezeti. Erről egy pillanatra sem feledkezhetünk meg, hogy a bőjt bennünket Krisztushoz vezet. A bőjt nem csak az étrend átalakítása, szó sincs róla, az csak egy külső eszköz, amely segít abban, hogy Krisztushoz közeledjünk. Persze, ha az keleti egyházunk lüktető dinamikájához bele tartozunk, akkor még könnyebbé válik ez a bőjti lemondás. De hát, még hogyha távol is vagyunk a Mária Apostol vagy a szép püspöki székesegyházaktól, azért ennek a vérkeringésnek részesei vagyunk mindnyájan. Összetartozunk, amikor a napokban a szíriai pátriárka meglátogatott bennünket, közös görögkatolikus szertartásra is eljött a vele jövő érsekatyákkal, akkor is ugyanabban erősödhettünk meg, hogy mennyire összetartozunk. Az ő szenvedéseik nekünk is fájnak. Az ő hitük bennünket is erősítenek. Hát ez a nagy távlat, amely a közel-keleti szíriai görögkatolikus testvéreinkhöz összeköt, kisebb mértékben, de itt is megjelenik Magyarországon belül. Sok görögkatolikus van, aki távolra került Mária Apostol Hajdúdoroktól, a szabolcsi görögkatolikus, egy borsodi görögkatolikus központoktól, de mégis ugyanebbe a testbe, Krisztus testébe tartoznak bele. Minél jobban bekapcsolódunk a bőjtel, az imádságainkkal, annál inkább érzékeljük ezt az összetartozást, és annál inkább érzékeljük azt, hogy visz bennünket az egyház, hogy szárnyaira vesz, előre vezet bennünket, hová? Krisztus felé természetesen. Ezen a mai napon is ezt tesszük, lépést teszünk Krisztus felé. Egyrészt azért azzal, hogy itt most ezen a püspöki liturgián részt veszünk, és készülünk a holnap kezdődő nagybőjti időszakra. De még sokkal inkább azzal, hogy a Szent Liturgiában, az Eucharisztiában részesülhetünk. Nem csak csodáljuk őt, nem csak imádkozunk hozzá, hanem beteljesülhet az, amiért Krisztus megtestesült. Testé lett, hogy nekünk adhassa magát, hogy egyesülhessen velünk. Ezért a Szent Liturgiában mindazok, akik Szent Jónással lelkileg fölkészültek, ne maradjanak a padban, hanem a diákonus felszólítására istenfélelemmel, hittel, szeretettel közeledjetek, bizony közeledjünk az Eucharisztiához, lépjünk ki a padból, közeledjünk az oltárhoz, hogy egyesülhessünk Krisztussal. Valójában, drága testvéreim, az egész életünk nem más, mint egy folyamatos közeledés Krisztushoz. Csak éppen fölvillantotta, mennyi segítséget ad nekünk az egyház ahhoz, hogy tudjunk közeledni hozzá,
kapcsolódjunk bele az egyházba, éljünk az egyházban, és akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem nehéz a keresztény élet, hanem szárnyaló, örömöt adó, még a bőti küzdelmekben is megéljük ezt az erőt, ezt az örömöt, amelynek a forrása nem más, mint az, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk Krisztushoz. Amen.